Botrányba fulladt a szülői fórum tegnap este a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér gimnáziumban. A frissen kinevezett igazgató a tanári szobába bújt a szülők és a tantestület elől, akik szerint Mede Norbert pályáztatás nélkül a fideszes önkormányzat nyomására lett az intézmény vezetője. Az igazgató végül rendőri kísérettel hagyta el az iskolát és közölte, nem mond le. Senki nem akarja magát bántani. De álljon ki a szülőkkel. Hol ingerülten, hol nyugodtabban kérlelték a tanárok és a szülők az új igazgatót, hogy beszéljen azon a fórumon, amit egyébként ő maga hirdetett meg. Hiába skandálták, hogy jöjjön ki, Mede nem jött. Azt üzente azért, mert úgysem hallgatnák meg, ráadásul alaptalanok is a vádak vele szemben. Hogy én a politikai jelölt vagyok, és hogy én milyen jó barátsága vagyok magyarországi politikusokkal, ezt vissza kell utasítanom. Miközben a szülők indulatait a pályázatot kiíró Pest megyei intézmény fenntartó munkatársa próbálta csillapítani, megjelentek az iskolában a rendőrök. Őket és az önkormányzat ügyvédjét is Mede Norbert hívta. Miután megjelentek, kiállt a tiltakozók elé, megszólalni viszont nehezen tudott. Nem sokkal később el is hagyta az épületet. Annyit üzent, hogy nem mond le, mert bizonyítani szeretne. Két ember pályázott, a nagy tapasztalattal rendelkező igazgatóhelyettes, és egy fiatal tanár, aki tavaly 4 évvel ezelőtt, tehát 4 évig Írországban volt segédmunkás. De ő a Fidesz kedvence. A kétharmad döntött. Az intézmény korábbi igazgatója magyarázza, hogy mi a tanárok és a szülők problémája Medével. Kós Ferenc szerint hiába utasította el pályázatát az iskolaszék 49-1 arányban, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium érvénytelenítette a kiírást, és kinevezték a korábban Írországban csíp összeszerelésből élő férfit, akinek vezetői képzését rohamtempóban az önkormányzat költségére kezdték meg. A döntésre néhány napja közleményben is reagált az intézmény testülete, mélységes megdöbbenésüknek és felháborodásuknak adnak hangot és közlik, hogy a döntés a nevelő testület véleménye és kérése ellenére született. Nem sokkal ezután újabb nyilatkozat került fel az iskola honlapjára, ebben 22 tanár jelenti ki, hogy a döntés miatt lemondanak osztályfőnöki és munkaközösség vezetői megbízatásukról. Az érintett tanárokat szerettük volna mi is megkérdezni, de nem akartak nyilatkozni. A volt igazgató szerint ez nem meglepő. Mindenki fél szervezkedik, szétnéz, mit lehetne csinálni. Az ügyben megkerestük az érintett tárcát is, közleményben reagáltak. Azt írják, a NEFMI nem érvénytelenítette a pályázatot, azért nem vették figyelembe, mert hibásan írták ki. Az intézmény élére ezért került átmenetileg új vezető, közben pedig kiírtak egy új pályázatot, ahogy egyébként az összes Pest megyei intézményben is. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke szerint nem egyedi az eset, sok iskolában neveztek ki politikai megfontolásból új vezetőket. Ezt a hangulatot, ezt az állapotot, ezt a helyzetet a gyerekek megsínylik. Ezeknek a gyerekeknek egyszer van az életükben arra lehetőség, hogy 6., 7., 8-osok legyenek, vagy 11., 12., 13-osok, amikor az életük eldől, hogy milyen pályára mennek, jelentkeznek, milyen egyetemre, főiskolára tudnak bejutni. Ez függ attól, nagyon nagy mértékben függ attól, hogy milyen hangulat uralkodik az iskolában. Mendrei László szerint az iskolai vezetőket minden esetben a tantestületnek kellene választania.